reggel 17:30 a veterán kerékpárok világtalálkozója indul. Van olyan kanadai versenyző, aki egészen Pozsonytól idáig velocitédezett. Időkapszulába kerül a turista. Az utcakép az 1870-es éveket idézi. Ott van hagytad a másik nagy kereket? Vagy hogy van ez? Igen, 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 ez a hátsó, ez kicsit összement. Ez azért van, hogy könnyebben le tudjunk szállni róla. Csíkos a zokni. Igen, hát az illik, ez volt a divat. Ez a kifejezetten a biciklis szerelés? Igen, hát célszerű ilyen nadrágokba járni, hogy bekapja a libegő száraz nadrágokat. Itt bizony a biciklik átlag életkora legalább kétszerese a tekerőjének. Nem is nevezhet az, akinek 50-60 évnél fiatalabb a bringája. 18 országból közel 160 résztvevő van jelen. Azt gondolom, hogy ez a létszám, ez önmagáért beszél, és a világba elviszik Tiszakécske hírét. A mai biciklik őse azért volt egészen különleges, mert nem volt rajta lánc. Hajtani pedig csak az első kerekét lehetett. Ez például, ha megnyomom, nem tudom, ez tömör? Tömör, tömör. Ahogy kiraktuk a kocsiból, egy biciklipumpát kérte, mondtuk, hogy azt sajnos nem tudunk adni. Ilyen magas pedig egészen egyszerűen azért volt, hogy minden pedálnyomásra a lehető legmesszebb jusson az elmés évszázados szerkezet. Persze a felszállást ez nem könnyítette meg. Úgy lehetett felszállni, hogy a vázon található egy föllépő. Na megfogom, Addig már felszálltunk, kezdődjön a velocipédek, na meg persze a többi veterán hajtány világversenye. Ma mondtam neki, hogy jó lenne, hogyha úgy hívnálak, hogy világverő. Mert hogy te akarsz lenni az első. Megszer, hát mindenki arra törekszik. A mostani velocipédistáknak mondhatni, szerencséjük van. A 140 évvel ezelőtti utakon ez a sebesség garantált fejreesést eredményezett volna. Most az országból és a világból is összejöttek azok az emberek, akik ilyen régi velocipéddel és hasonló régi kerékpárokkal rendelkeznek, és ezt testközelből látni, mozgásba látni, ez egy nagyszerű élmény. Na, milyen a terep? Jó, jó, jó. Úgy vettük észre, hogy ideig fölfele jövünk, és most megyünk lefele. Kellett már fékezni? Nem. Egyébként tudnál? Persze. Hogyha nagyon extrém helyzet van és menekülni kell, akkor egy ugrás. Le, hátrafele. Ugrás, mégpedig 2-3 méter magasról, mert a bringa nem éppen úgy viselkedik, ahogy a mai darabok. Az ember megtanulja, újra kell egy kicsit megtanulni kerékpározni, van egy bizonyos technikája, az ember fölvesz a ritmust, akkor egész kellemes. Versenyben vagyok. Hajrá! Te kicsit megizzadtál volna. Igen, kéri az erőt. Tankolsz? Igen, tankolok egy kis cukor. És a kicsike? Kicsike? Az csak abrakot. Simán. Meg bíztatást, hogy kibírja. 40-80 vagy 160 kilométert tekerni ilyen kerekekkel. Nos, ahogy telik az idő, egyre több fáradt velocipédistát, na meg tátott szájat találunk Tiszakécskén. Egy ilyen... Ajtusra fogyott mosolyokat látok. Nyitott szellőztetett ablakoknál. Magyarországon nagyon kevés velocipéd van. Azt gondolom, hogy az embereknek ez látványban egy élmény, egy ilyet látni, amit eddig csak filmekben vagy képeken láttak. Nagyapának volt a biciklién ilyen csöngő az elején. Engem biztos el kéne látni azonnal, ha erre megpróbálnék felülni. Ha kedvet kaptatok hozzá, érdemes körülnézni a padláson, és már csak néhány évi kutató munka kell ahhoz, hogy ti is tökéletes velocipédisták legyetek. Egy kihívás. Mindenféle barkácsolás, és akkor először egy egyszerűbbeket csináltunk, és akkor végül a sokadikra lettek végül ezek. Hogy kell erre leszállni?